Sziasztok, Robin vagyok, és most bemutatom nektek a következő Tini Titán teknőcök képregényeket. Úgyhogy most hármat fogok bemutatni, nem négyet. És akkor nézzük is meg, valami odaragadt, nem tudom miért. Itt láthatjátok, hogy edzenek éppen a teknősök. És van ez a cápa szerű lény. Itt, ahogy látjátok, így most tudom, hogy ez edzés. Vagy rájuk támadtak. Lehetséges, hogy az edzés közben rájuk támadtak, nem tudom. De jól néz ki ez a figura is. Illetve, hogy ő a hölgy. A cápa. És hát volt ilyen dínós képregény is. Vagy könyv, vagy nem tudom. Nem lehet kihagyni, az biztos. És akkor volt ilyen sorozat állattár. Hától az ég. Na és akkor nézzük meg a következő számot, az utolsó előtti Tini Titán teknőcöket. És itt vannak ilyen kiadói előfizetők. Figyelem! Lehet nyerni, gondolom. Ja, igen, ő a mester. Csak más kép nézett ki valahogy. Ja, és van ilyen Ninja Mix. Teki Dominó. Jó, jó, pofa. Hát itt látjátok, hogy az ellenségnek rontanak egyszerre. És igen, kik a legmedvébb medvék? Gumimacik. Igen. Haribó. Na és az utolsó nem más, mint ez a Tini Titán teknőcök rész, vagy szám. Jövőutazás, ugye? Befejező rész. Nézzük. Ja, itt van az, hogy így egyszerre rontanak a gonoszokra. Teknőcök. Itt a mester. Hát ugye itt akció van, ahogy látjátok. Na. És akkor ez lett volna így. Ennek a videónak az utolsó száma. És ahogy látjátok, itt van ilyen kinder figurák, amik nekem ezek megvoltak, jók voltak. Na, és hát remélem tetszett nektek így ez a videó bemutató. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!